Tisztelettel köszöntjük nézőinket! 12 éve, hogy erdővidék népe közösen emlékezik a bodvai kohónál az 1848-49-es eseményekre. A bodvai vasámor környékén a 18. század elején indult meg az ipari tevékenység, amit a barna vasérc előfordulása tett lehetővé. Számunkra azonban Bodvaj elsősorban arról nevezetes, hogy Gábor Áron itt öntötte a háromszéki önvédelmi harc első ágyúit az 1848-49-es szabadságharc idején. Az ünnepi megemlékezésre érkezőket a Simon Áron vezette középajtai fúvószenekar játéka fogadta, ezt követően az esemény házigazdája, a Nagybaconi Benedek Elek Művelődési Egyesület elnöke, Mihály Réka tanítónő köszöntötte az ünneplőket. Lészen ágyú. Egy felkiáltó mondat, amely bekerül a történelembe. Egy felajánlás és ígéret, amely eldöntötte a székelyföldi önvédelmi harc sorsát. Egy kijelentés, amely aztán ismerté tette a bodvai kohó nevét a világban, hiszen minden valószínűség szerint Gábor Áron itt öntötte első két ágyúját. E legendás mondat elsősorban mentális téren volt meghatározó, mert fölcsillantotta a reményt az akkori reménytelennek látszó helyzetben. És így elhatározást és elszántságot váltott ki, amelyet tettek követtek. Lett ágyú és muníció nem csak Bodvajban, hanem máshol is. És ezzel lett remény is a szabadságharc elkezdésére és megvívására. Minket, e környék lakóit örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy ebben Bodvajnak is szerepe volt. Demeter Gergő, a Baróti Kálmozás Általános Iskola 8. osztályos tanulójának szavalata következik. Petőfi Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rengés üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokorra, az árbóc és vitorla megtörve tépve ló. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat, s jegyezd vele az égre, örök tanulságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Az ünnepi beszédek sorát Gergely János, Ürmös község polgármestere nyitja meg. Tisztelt ünneplő gyülekezet, elosztom az ürmösiek üzenetét. Szívből köszöntöm mindazokat, akik az 1848-49-es forradalmat megünneplik. Fontos a mai nap számunkra, jelenlétükkel bizonyítjuk, hogy még vagyunk, és ami legfontosabb, hogy összetartozunk. És itt vannak köztünk azok a márciusi ifjak, akik tovább viszik ezeket a forradalmat, Füsmilán szavét idézve, az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli az eljövendő generációt. Nem áll szándékomban meghatározni ifjaink sorsát, de fontos, mi ürmösiek, milyen példát mutatunk, mert nekünk az a feladatunk, hogy olyan szellemi és erkölcsi öntudatot adjunk át gyermekeinknek,
és unokáimnak, amivel megvívják a nemzetre, ezután váró küzdelmeket. Feladatunk megőrizni számunkra mindaz, amit mi is örököltünk. Láttunk, hallottunk, tanultunk eleintünk, akik becsületesek, hűségesek voltak hazájukhoz és nemzetükhöz. Mert Arany János így írta, ha minket elfő az idők zivatara, az Istennek nem lesz többé magyarja. Ének következik Dimény Mónika, a Magyar Hermányi Máté János Általános Iskola 8. osztályos tanulójának előadásával. Magyarország könnyes körül, üstögő, Kossuth Lajos, Szent Ágyújá döbörgött, mága fújja az angyali trombitát, harcba hívja Magyarország sok fiát. A következőkben szavalatot hallhatnak. Előadja Máté Edina, a Baróti Szabó Dávid Középiskola 10. osztályos vargyasi diákja. Gyulai Pál, székelye. Vitéz, Spurcsa néppalának régentén a székelye, most is azok, Spurcsák és Vitézek. Isten őket áldja meg. Nem magas a székelyember, inkább kardja jó darab, de kezétől hull az ellen, bár az két fővel magasabb. Hegyi nép a székelyember, s még szegény is e fele. Ágy ugyan nincs, no de se baj, hozala van az elege. Nyugtalan a székelyember, hosszú harctól nem remél. Vágjon le kiki száza, aztán haza, beszél. Nem tréfál a székelyember, tréfáljon bár a vezér. Vezess, szól, de meg kólintunk, ha csatánk rossz véget ér. Ritkán víg a székelyember, de ha víg, akkor bolond. Muszka sapskából iszik bort, s kenyérért szebenbe ront. Vitéz, s furcsa népalának régentén a székelye, most is furcsák és vitézek. Istenünket áldja meg! Felkérem Tamás Sándor urat, Kovászna megye tanácsának elnökét, ünnepi beszédének megtartására. Kedves jelenlévők! Bizonyára önök is gondolkodtak azon, hogy vajon minek köszönhető, hogy a hadak ura azokban a kilátástalannak hit hónapokban mellénk áll. Nos, lehet, hogy a szabadságharcosok tudták, lehet az is, hogy csak a lelkükben érezték, hogy a jó katona nem a gyűlölet miatt harcol. A jó katona a szeretet miatt harcol. Vagyis nem valami vagy valaki ellen harcol, hanem valami mellett harcol. A hazájáért, a városáért, a falvaiért, a családjáért, a szülőföldjéért. Gábor Áronék is székelyföldért és a családjukért harcoltak, azt akarták megvédeni. Nem rontottak rá senki életére, nem rontottak rá senki vagyonára, de a sajátjukat sem hagyták. Nem is hagyhatták. Tudták, hogy minden, amiért élni érdemes, a családunk, az otthonunk, a becsületünk, a szülőföldünk, ahol felnevelhetjük gyermekeinket, és ahol majd egykor lehajtjuk fejünket, nos, mindez veszélybe került. Amint tudjuk, a haza iránti hűség az életüket ugyan nem védte meg, de az életük értelmét és célját megadta. Az ő akkori áldozatuk a mi életünknek is értelmet adott. Kedves jelenlévők, ha saját lábunkra állunk, akkor képesek leszünk olyan székelyföldet építeni,
ahová néhány év múlva visszajönnek a ma idegen földön szerencsét próbáló fiataljaink is. Mi nem azt üzenjük nekik, hogy innet el lehet menni, hanem azt, hogy haza lehet ide jönni. Mindenkit visszavárunk. Tudjuk, sokan nem hiszik, hogy sikerülhet. Tudjuk, hogy a cél valóban magas, de higgyék el, hogy a legmagasabb hegy tetejére is vezet fel út. A csüggedőket, a reményvesztetteket, a megfáradtakat szeretném arra emlékeztetni, hogy mi volt 1849 legfontosabb üzenete. A 170 évvel ezelőtti szabadságharcosok javarésze iparos emberekből, az eke szarvát fogó földművesekből, tanítókból, kereskedőkből, és lássuk be, nagyon kevés katonából állt. A szabadságharc szikrája Gábor Áron is asztalos mester volt. Bár akkor sem látszott fényesnek a jövő, mégsem törődtek bele a kilátástalanságba. Nem fogadták el azt, hogy a jövő nekik semmit sem tartogat. És hitből, szabadságvágyból és hazaszeretetből a legfontosabb dolgot hozták létre, amit ember létrehozhat. Megszervezték a székely szabadságharcot, és ezzel visszaadták a székely nemzet méltóságát. Székelyföld azoké lesz, akik hisznek benne. És hiszem és mondom a ma összeselegre emlékezőknek, olyan lesz a jövőnk, amennyire hiszünk benne. Ezt a hitet vigyék magukkal. Tisztelt egybegyűltek, végezetül kérem, engedjék meg, hogy azt kívánjam, adjon a Jóisten erőt, egészséget, adjon szerető társat, napról napra gyarapodó családot, adjon kiszámítható, biztonságos jövőt itthon, szülőföldünkön. Isten óvja Székelyföldet! Huszárosra vágatom a hajamat című éneket, előadják Sebestyén Kuzsina és Nagy Magó, Hegedűn, illetve Brákán kísér Nagy Károly és Nagy Adél Réka Önbetről, felkészítő pedagógus Nagy Adél. Okra Zsanett Kinga, a Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulójának szavalatát hallhatják. Felkészítő tanár Jósa Edi. 7. Sándor, a nép nevében. Még kér a nép,
most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép? Ha föltelt, és nem kép, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg. Mert az maga a tűz, úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat, láng rajtatok. S a nép hajdan csak eledelt kíván, mivel hogy akkor még csak állat vala, de az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek, mert jogtalanság a legrútabb bélyeg Isten teremtményén, s ki rá süti, Isten kezét el nem kerülheti. S miért vagytok ti kiváltságosok? Miért csupán a jog ti nálatok? Apáitok megszerzék a hazát, de rája a népizzadás csorog. Mit ér? Eképp szólni. Itt a bánya. Kéz is kell még, mely a földet kihánja, ha feltűnik az arany ered. S e kéznek nincsen semmi érdeme. Ti kik halljátok olyan gőgösen? Miánk a haza, s miánk a jog? Hazátokkal mit tennétek vajon, ha ellenség ütne rajtatok? Ezt kérdeznem, engedelmet kérek, majd elfeledtem György vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobrot a sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mint, amely eldől, ha nem nyert új védoszlopot. Az alkotmány rózsája tietek, töviseit a nép közé vetétek, ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép, most adjatok neki, vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha föl kell, és nem kér, de vesz, ragad. Nem hallottátok Dózsa György hírét, izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz, úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat, láng rajtatok. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének ünnepi üzenetét Hodor Tamás Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja tolmácsolta. Tisztelettel köszöntöm mindannyiójukat. Szeretném megköszönni főkonzul úr Tóth László úr nevében is a kedves meghívást. Nagyon örülök, hogy most én képviselhetem önök előtt Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát. Engedjék meg, hogy Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak üdvözlő sorait felolvassam önöknek. Tisztelt honfitársaim! 1848. március 15-e szabadságunk, nemzeti függetlenségünk és összetartozásunk szimbóluma. Éljünk bárhol a világon, ezen a napon együttömre dobban a szívünk, kokárdát tűzünk kabátunkra, és együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat. Emlékezünk a hősökre, akik bátran vallották, és a szabadsághoz csatamezőin is bizonyították, hogy a haza minden előtt. 171 évvel ezelőtt ez a négy rövid szó magyar emberek millióinak sorsát fordította meg, és azóta is arra tanít minket, hogy egyedül akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. Hiszen akárcsak 1848-ban, úgy ma is igaz, hogy csak a jövőjük érdekében együtt cselekvő, erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben. Ezért, amikor forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, olyan férfiakat és nőket látunk magunk előtt, akik azzal mutattak példát Európának, hogy számukra a hazájuk volt az első, és közös otthonuk szabadságért a rájuk törő túlerővel bátran szembeszálltak. Meggyőződésem, hogy az ő hősies helytállásukból ma is erőt meríthetünk. Engedjék meg, hogy a magyar szabadság születése napján tisztelettel köszöntsem önöket,
és felemelő ünneplést kívánjak minden magyar honfitársamnak. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Kedv Budapesten 2019. március 14-én Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor tollából. Köszönöm a figyelmet! Köpeci református dalárda énekei következnek, karvezető Nagy Adél. Én Uram, Istenem, vigyázz rám! Ne hagyjad elveszni a hazát! Sírva két-két szemű, irgalmaz mi nekünk! Jóságos Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel emlékezünk azokra, akik 171 évvel ezelőtt magasra emelték a zászlót, a szabadság, a testvériség, az egyenlőség jelszavait skandálva. Ott hagyták az ifjuk a házat, a szülői otthont, a szeretőt, a földet, a hazát. És mentek küzdeni a csatába. Ma, amikor rájuk gondolunk, akkor arra is gondolunk, hogy vajon mi meg tudtuk volna-e tenni ezt. Bevalljuk, Urunk, hogy szeretjük a kényelmet, és ami ezt veszélyezteti, azt mind ki szoktuk kerülni. De Te bíztasz bennünket, hogy nem a magunk erejébe bízhatunk, hanem Te adsz nekünk elég erőt, és Te velünk jössz, Te seregeknek Ura vagy. És add, Uram, hogy újból álmokat álmodjunk, és látomásokat lássunk, hogy ne csak a csodára várjunk, hanem dolgozzunk és küzdjünk, hogy csodák legyenek. És azokat, akik ma itt vannak és végképp nem temethetjük el, szívünkbe zárjuk, megőrizzük egy életen át. Ezért kérünk, Urunk, áldjál meg bennünket a Te szent fiadért, a Jézus Krisztusért, hogy győzedelmes legyen életünk most és minden időben. Amen. A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el benneteket, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdokká és álhatatosakká. Övé a dicséret dicsőség, tisztesség és hálaadás. Örökkön örök.